Elkészültek a legfrissebb adatok, ezúttal utcaszinten arról, hogy mennyibe kerül egy-egy környéken, egy-egy városban, egy-egy településen, egy-egy ingatlan négyzetmétere, akár százszoros is lehet a különbség. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Budapesten például, az 5. kerületben, ahol a legdrágábbak voltak az utcák, 1,3 millió forint is lehet egy belvárosi lakás négyzetmétere. A legolcsóbb itt nálunk a fővárosban a Hős utca 75 000 forintos négyzetméter árral. Hogyan állapítják ezeket az árakat meg, és meddig relevánsak? Itt kétféle megközelítést alkalmaztunk. Nemrég jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatsora, hogy 2017-ben mennyibe kerültek a legdrágább ingatlanok és a legolcsóbb ingatlanok utcaszintre lebontva, és ezek alapján ugye az utcáknak az átlagos négyzetméter alapján látszik, hogy mik a legkeresettebb, legfelkapottabb utcák vagy közterületek, és mik azok, amiket a legkevésbé kerestek a vásárlók. Ezek akár átlagos állapotú lakások, vagy lerobbantak is, vagy új építésű luxus lakások. Hogyan lehet egyáltalán összemérni almát a körtével? Itt igazából pontosan az a lényeg, hogy az utcákat nézzük meg. Általában ritka az az eset, amikor egy utcában nagyon nagy különbségek vannak, hiszen az ingatlanok általában egyszerre épülnek egy utcában, és nyilván azok egy utcában azok kerültek feldolgozásra, ahol legalább 3 adásvétel történt, tehát ez viszonylag reprezentatív. Mert ugye bérlakásokban nagyon sokszor van az, hogy valami rettenetes állapotban van, a másikat meg akárhol is van, de gyönyörűen felújították a bentlakók. Igen, nagyon átalakul mind a főváros, mind pedig a vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek környezete, főleg azért, mert rendkívüli módon megdrágultak az ingatlanok ezekben a felkapott régiókban, és egyre többen alkalmazták azt a stratégiát, hogy inkább megvesznek egy felújítandó, közepes állapotú ingatlant, és azt a pénzt, amit esetleg arra költöttek volna, hogy egy drágább, de mégsem olyan jó helyen lévő, vagy mégsem olyan jó állapotú ingatlanra költöttek volna, inkább lakásfelújítással hozták rendbe az adott ingatlant, és nyilván ezeket azokban az utcákban és azokon a közterületeken lehet megcsinálni, amelyek amúgy is olcsóbbak az átlagosnál. Nézzük a vidéket, Balatonparti ingatlanok a legdrágábbak vidéken természetesen, és pont beszélgettünk a műsor elkezdése előtt arról, hogy akár 20 000 forintért is lehet, vagy lehetne venni bizonyos helyeken ingatlan négyzetméter árban ingatlan, csak éppen nem veszi meg a kutya sem. Igen, ez nagyon érdekes, hogy Budapesten 70-szeres különbség volt a tavalyi lakáseladások alapján a legolcsóbb és a legdrágább utcák között, és ez vidéken is körülbelül 20-szoros különbséget jelent. Siófokon a Vitorlás utca volt a legdrágább, itt több mint 750 000 forint volt az átlagos négyzetméter ár. A legolcsóbb települések pedig Ózd volt, ahol 20 000 forint volt az átlagos négyzetméter ár a legolcsóbb utcában. Ez is több mint 20-szoros különbség, és hogyha megnézzük azt, hogy a jelenlegi kínálatban, például az oldalon megtalálható ingatlan hirdetések alapján a legdrágább és a legolcsóbb utcák között mekkora a különbség, itt is elképesztőek a különbségek. A legdrágább utca most a Lechner Ödön fasora a fővárosban, itt több mint 4 ingatlant kínálnak, és az átlagos négyzetméter áruk 1,4 millió forint, ami még rekordszintű átlagos négyzetméter árat jelent. A legolcsóbb utca pedig Mélyúton, Bács-Kiskun megyében található, itt 17 000 forintért kínálnak eladásra egy négyzetmétert az eladó lakásból, tehát itt majdnem 100-szoros már a különbség. Pont pár nappal ezelőtt volt beszélgetésem hasonló témában arról, hogy amíg nagyobb a kereslet, mint a kínálat, addig ez természetesen felhajtja az árakat, főleg az új építésű ingatlanoknál, ahol egyszerűen például a munkaerőhiány miatt nem tudja utolérni a kínálat a keresletet. Ugyanakkor azt mondta, hogy például a Lechner Ödön fasonban most árulnak 4 meglévő lakást. Mennyi ideig tarthat még a drágulás, és vonatkozik ez a meglévőekre is, nem csak az újakra, várókra? Már az új építésekre. Nagyon érdekes, hogy a kereslet az folyamatosan bővül az eladó lakások iránt, de azért azt is látjuk, hogy a vevőknek van egy lélektani határa, ami fölött már vagy nem tudnak, vagy nem is szeretnének vásárolni ingatlant, és természetesen kiugró értékek mindig lesznek, főleg egyébként ez a külföldi vásárlóknak köszönhető, ők a belvárosban igen aktívak. Az előző évben, például az 5. kerületben, ami ugye a legdrágább lokáció, minden harmadik lakást majdnem minden harmadik lakást külföldiek vásároltak meg, és nyilván az ő pénztárcájuk egy ingatlan vásárlás esetén sokkal nagyobb, tehát ők sokkal könnyebben ki tudják fizetni az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árakat. Egy átlagos magyar vásárló viszont kevesebbet tud erre fordítani, ezért ők inkább a külső kerületek felé fordulnak, vagy esetleg az agglomerációba, hiszen itt sokkal olcsóban tudnak ingatlanhoz jutni, és nagyon sokan vásárolnak hitelre is ingatlant. A jelenlegi statisztikák alapján majdnem is minden második lakást már hitelre vásárolnak a vevők. Van-e jó nemzetközi gyakorlat arra, hogy hogyan lehet csökkenteni azt a hatást, amit a külföldi erősebb fizetőképességű vevők jelentenek, például a hazai vevőkre, ami nem az a megoldás, mert ugye azt nyilvánvalóan nemzetközi kötelezettségeink sem engedik, meg nem biztos, hogy ez egy helyes eljárás lenne, hogy kitiltjuk a nemzetközi vevőket egy-egy városból. Igen, valóban nem lehet kitiltani például a nemzetközi háttérrel rendelkező vásárlókat egy településről. Ez Magyarországon belül, ugye ez Budapest jellemző legfőképpen, tényleg egy metropoliszá kezd válni a város, már abból a szempontból is, hogy milyen nemzetiségűek az itt ingatlant vásároló emberek, vagy éppen vállalkozások. Ebből a szempontból ugye ez egy nehéz ügy, de azért az is látszik, hogy kevés olyan ingatlan van, ami az átlagosnál jóval magasabb áron cserél gazdát, hiszen például az 5. körletben is évente kb. 1000-1200 ingatlan cserél gazdát, még összesen az országban kb. 150 000 ingatlant adnak el. Tehát arányaiban nézzük ezt a dolgot. Hadd beszélgessek önnel még egy kicsit a maradék időnkben egy elképesztő jelentőségű ügyről. Szerdáig lehetett kérni a Nemzeti Eszközkezelőtől, a devizahitelesek kisegítésére létrehozott állami cégtől, hogy megvásárolja a bajba jutott hitelesek lakásait. Kedden, egy nappal korábban jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányrendelet, amely alapján csak a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakóingatlanját vásárolhatja meg a NET, akik a rendelet hatályba lépéséig, vagyis szerdáig megtették a szándéknyilatkozatot ezzel kapcsolatban. Érdekes, hogy ugyanezen a napon a kormány nevében a nemzeti vagyonért felelős tárcanélküli miniszter, Bártfai-Mag Andrea benyújtott egy másik javaslatot, mely szerint vételárkedvezménnyel vagy kamatmentes hitelre vásárolhatják vissza a lakásukat a nemzetközi eszközkezelőtől a devizahitelesek. Túl sokat mondtam most egyszerre, kérem fordítsa le a jelentőségét annak, ami kedről szerdára történt. Valóban azok, akik korábban devizahitelt vettek föl, amúgy sem voltak könnyű helyzetben, főleg, hogyha problémájuk adódott a törlesztő részletek kifizetésével, és egy komoly káváriát jártak be. Ugye az intézkedések jelentősége abban rejlik, hogy azok, akik már korábban felkínálták az ingatlanok megvásárlását a Nemzeti Eszközkezelőnek, ami egy rossz bankként működött, tehát ők az összes banktól a rossz hitelállományt átvállalták, ezáltal az ingatlanok kezelésében is jelentős szerepet vállaltak át a bankoktól, akik így felélegezhettek, és a rossz hitelekről így lemondhattak. Ezt nevezhetjük az állampolgárok védelmének, végül is egy állami szerv részéről. Igen. Vagy megsegítésének. És az átvett ingatlanokért továbbra is bent lakhattak az adósok, egy előre meghatározott bérleti díjat kellett kifizetni, ami a hitel megállapításakori ingatlanérték éves szinten vett 1,5%-a. Ez azt jelenti, hogy ha egy 20 millió forintos ingatlant vett valaki annó devizahitelre, akkor havonta kb. 25 000 forint volt a havi bérleti díj, amit az eszközkezelőnek kellett fizetni, és a legutóbbi intézkedés, miszerint az adósok megvásárolhatják ezeket az ingatlanokat, ez is azt a célt szolgálja, hogy az egykori adósok visszaköltözhessenek, vagy pontosabban már eddig is ott láttad, hogy visszakerüljön a tulajdonukba az az ingatlan, amit adott esetben a banki hiteltörlesztés nehézsége miatt már kétségessé vált, hogy megtarthatják. Mennyire igaz, mennyire gyakori, mennyire jellemző, hogy az eszközkezelő nem engedi, hogy a lakók visszavásárolják a lakásukat. Számos olyan esetről tudunk, ahol szóba sem áll például elvált vagy megözvegyült korábbi tulajokkal. Igen, erről lehetett hallani korábban is történeteket. Itt nyilván az is kérdés, hogy az eszközkezelő milyen szabályrendszer dolgoz ki erre. Én azt gondolom, hogy most teljesen nyilvános, transzparens, mindenki hozzáférhet, tehát a szabályok mindenkire vonatkoznak, nem ad-hoc diszkrecionális döntésekről van szó. Én azt gondolom, hogy igen, bár belülről nem ismerem a Nemzeti Eszközkezelő működési rendszerét, de most egyértelműnek látszik az az irány, hogy az eszközkezelőtől visszakerüljenek az ingatlanok az eredeti tulajdonosaik számára, és majd a napokban fog megjelenni vélhetőleg az a kormányrendelet, ami ezeknek a részletes szabályait tartalmazza, hogy hogyan, mi módon és mennyi pénzt kifizetve kell a tulajdonosoknak visszafizetni az eszközkezelőnek, hogy a lakásaikat és az ingatlanjaikat visszakaphassák. Tehát annak ellenére, hogy ez egy túl gyorsan, túl nagy csöndben meghozott döntésnek tűnik, ez egy jó irányú elmozdulás. Én azt gondolom, hogy azoknak, akiknek már eddig is az eszközkezelőnél volt az ingatlanuk, és havonta fizették a bérleti díjat, és ugye itt ez egy fontos kitétel, hogy a bérleti díjat mindig rendesen kellett fizetni időben, tartozást nem felhalmozva, tehát azoknak lesz lehetőség arra, hogy rendkívül kedvező áron juthassanak hozzá újra azokhoz az ingatlanjukhoz, amiket a bankok korábban elvettek tőlük. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit erről is beszéltünk, és hogy eljött ma reggel. Köszönöm szépen.